De szeretett olyan játékba is részt venni, ami nem passzionsz, tehát amikor gondolkozik el. Van egy magyar kártyajáték, ketten játsszák, az a neve, hogy Alsós. Nem nagyon közismert, állítólag régen, különösen vidéken elterjedt volt, ő ezt valahol megtanulta, és amikor már gimnazista voltam, akkor megtanította nekem, és mint hogy én voltam a legidősebb, a többiek úgy szellemi képességek csak jöttek utána, valószínűleg be is hozta, de mindesetre abban az időszakban velem tudott már úgy játszani, hogy már igazi játékpartnere voltam, úgyhogy néha ki is kapott. Száz éve született Hajós György, matematikus, egyetemi tanár. A róla elnevezett nagy hagyománnyal bíró országos matematika versenyt a Pázmány Egyetem információs technológiai karán tartották meg. A verseny keretében több hiteles forrásból is megismerhettük személyiségét. Fia, majd főiskolai tanítványa, a pedagógiai munkásságáért kitüntetett Pálmai Lóránt is beszélt róla. Egyetemről mondta, nagyon fontos az elmélet, de a gyakorlat is, és a gyakorlatot, a közelítést azért érti meg, aki tudja az elméletet, különben nem tudja. Nem tudja, hogy mit közelít. Egy nagy K, és vele koncentrikusan egy kis K. Az ünnepélyes megnyitó után Pálmai Lóránt ismertette a hajós lemmát és annak bizonyítását a versenybizottságnak. Állítólag azt mondták rólam, hogy próbálom utánozni, ami lehet, hogy így van, nem tudom, de egy kiváló embert, egy kiváló előadót utánozni talán nem is bűn. Bejelentem azt, hogy a versenybizottság tegnap 4 órás kemény munkával sikeresen összeállította azokat a feladatokat, amelyeket ma meg kellene oldani. Tehát ezek a feladatok most már megoldásra várnak. A feladatokat oldották meg, a felkészítő tanárokat a szervezők egy fűvészkerti látogatásra invitálták. Itt szakavatott vezetéssel járhatták körbe az ELTE csodálatos botanikus gyűjteményét. Megcsodálhatták a fűvészkert egyik büszkeségét, a Viktória régiát is, a vízirózsák királynőjét. Ezt követte a délutáni színes program, aminek első állomásaként a támogatóink mutatkoztak be. Standokat állítottak fel, és rövid prezentációs anyagok segítségével mutatták be mind az egyetemünkön folyó szakmai munkát, mind pedig a támogatóinknak a cégeinek a működését. Ezután következett a planetárium, amiben egy 3D-s vetítésben ismerhettük meg a bolygónk különleges csodáit. Sétahajózással folytatódott, ami a vidéki részvevőknek különleges élményt nyújtott. Az est záró akkordja pedig egy bankett volt. Köszönöm.
Örülök, ha szép, de annak örülök, ha jó a megoldás. És akkor biztos, hogy ha csinált egy jó megoldást, akkor biztos, hogy megdicsértem, vagy jelestem. Hát nagyon sokszor ezek tele vannak jelesekkel. Tehát néha az volt a legnagyobb dicséret a gyereknek, hogy hát erre a szép megoldásra én nem gondoltam. Én megoldottam persze, de nem ilyen szépen. Hát erre aztán úgy kihúzza magát a gyerek. Tehát most a mai feladatokat látva, ugye elég nehéznek tartottam a feladatokat. Mondom, éppen az utolsót éreztem én a legegyszerűbbnek, ezt a derékszögű háromszögben a mikor lesz a sugár, a beírt körsugara maximális, ezt éreztem, de ez, hogy kinek mi az könnyű vagy néz, ez megint az a kérdés, hogy milyen érdeklődése. Különösen nehéznek a második B feladatot találtam magamnak, mert arra nem jöttem rá, hogy hogyan kell megoldani, és szerintem az is megoldható volt, szóval valamennyi korrekt volt a feladat sor.